Két éve terjedt el az a szokás a kerületben, hogy a kerek évfordulós születésnapos nyugállományú katonákat ünnepélyes keretek között köszöntik fel Új-Budán. Idén decemberben összesen 4 szépkorú lakost köszöntött Simicsko István honvédelmi miniszter. Általában is fontos, hogy az idősebb nemzedék felé kifejezzük a tiszteletünket, ezt itt Új-Budán szerintem látják és érzik az emberek. Igyekszünk nem csak az idősek világnapja alkalmában, hanem más események alkalmával is felkeresni őket. Legutóbb ugye különböző kedvezményes akciók voltak, burgonyavásárlás, most fenyőfa vásárlás, és sok-sok minden mással próbáljuk az idősek életét könnyíteni és segíteni. És nyilván, mint honvédelmi miniszter, nekem fontos, hogy a nyugállományban vonult katonák való odafigyelés, törődés, gondoskodás még erőteljesebb legyen. Ezért 2 évvel ezelőtt, mikor ezt a feladatot megkaptam, akkor arra gondoltunk, hogy nagyon sokan kerültek ide, kaptak itt lakást Új-Budán, volt katonák, jelenlegi katonák, és ilyen módon is egy apró kis gesztussal a születésnapjukat, akik már, hogy mondjam, nem szépkorúak, kortársaim, nak is mondhatnám őket, 80-85 évesek valóban, tiszteletünket fejezzük ki, és egy elismerő oklevéllel és egy kis ajándékcsomaggal kedveskedjünk nekik. Én szerintem most beszélgettem a arezedes urakkal, nagyon jó néven vették, és örömmel jöttek el, úgyhogy én bízom benne, hogy tudjuk ezt folytatni. És persze van, amikor a kollégáim, meg adott esetben én magam is elmegyek, hogyha olyan állapotban van sajnos valamelyik nyugállományú katona, akik már nem tudnak eljönni betegség okán, egészségügyi állapotuk okán, de róluk is gondoskodnunk kell, és igyekszünk odafigyelni rájuk. Működik természetesen a honvédségen belül is mindenféle ellátási rendszerünk, de fontosak azok a gesztusok, azok az emberi kapcsolatok, amelyek ilyen módon tudnak megerősödni és kifejezésre jutni. A Strenk Károly nyugállományú alezredes nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját. Ez az évforduló azért is volt fontos számára, mert fiával egyszerre ünnepelhetett, aki most öltötte be 60. életévét, és aki szintén a katonai szolgálatot választotta hivatásul. Strenk Károly építészmérnök volt, az ő nevéhez kötődik a szombathelyi laktanya és a győri kórház rekonstrukciója is. Nagyon örülök annak, hogy egy 85 éves jubileumi ünnepély után, vagy évforduló után szóba kerülhettem. Nem gondoltam volna, hogy a miniszter úr ilyen kedves meglepetésben részesít bennünket. Blaha Elemérné 8 évtizeddel ezelőtt látta meg a napvilágot, és viszonylag későn 40 évesen csatlakozott a honvédséghez. Innen ment aztán később nyugdíjba is. A régi kollégákkal még mindig kapcsolatot tartok. Honvédségnél a Soroksári úton dolgoztam, beruházóknál. Nagyon szép munkakör volt. Laktanyák felújítása. A gázról áttértünk, illetve az olajról ugye a gázra áttértünk, majd pedig a falak omladoztak, akkor ugye teljes felújítások, és a mai napig a kollégákkal, kolléganőkkel összejárunk. Szabóné Szemerecki Ilona nyugállományú alezredes 1962-ben szegődött el katonának, ami, mint mondja, igazi kihívást jelentett számára. Sajnos elég nehéz a nőknek a katonapálya. Akkor, úgy mondjam, nagyon kevés nő volt még katona. És minden esetben teszteltek, mint hogy tudok-e annyit, mint ők. Többet kellett tanulnom, mint amennyit gondoltam. Úgyhogy informatikai területen dolgoztam, és az még nehezebb volt, mert egy parancsuralmi rendszerbe bevezetni az informatikát, ráadásul nő. Úgyhogy elég nehéz volt. A szintén 80 éves Pelle József nyugállományú alezredes 1957-ben lépett be a honvédség kötelékébe, ahonnan 1992-ben vonult nyugdíjba. Nehezen találta a helyét a szolgálat után, így amikor lehetőség kínálkozott arra, hogy polgári alkalmazottként visszatérjen, kapva kapott a lehetőségen. 96-ban visszahívtak az elhelyezési főnökségre, ott dolgoztam 2004-ig polgáriként. Akkor kezdődött a laktanyáknak, illetve a honvédségi ingatlanoknak a fölmérése. Ezeknek a rendezését csinálgattuk, vagy végeztük. Fotó címe az, hogy a lányok kortársak.
A jó hangulatú találkozón a régmúlt időket elevenítették fel a résztvevők, és ahogy ilyenkor lenni szokott, színes anekdoták és kedves családi fotók is előkerültek a tarsolyból.